Sziasztok! Nézzünk bele, mi köt össze benneteket. Koncentráljatok! Elhoztam nektek ezt a gyönyörű, szép kártyáimat, feketéket, és nézzük csak. Mit is mondanak a kártyák, mi köt össze bennetek? Mi köt össze benneteket ezzel a te lélektársaddal? Hát, összeköt benneteket a szerencse. Mi is az a szerencse? Szerencse azt jelenti, hogy találkoztatott. És tudjátok, hogy most mi van? Valójában portálnak. És ez a portálnak, ez egy különleges energia, mert akkor tud tényleg a szívetek, vagy a lelketek fejlődni ezen a portálnapon. Ez különleges energiák, én úgy gondolom, hogy tud tényleg a lelketek is fejlődni, ebben biztos vagyok. Hát én azt látom, nézd csak, hogy jönni fog a drágád, és szerenádot csinál neked. Összeköt benneteket a szerencs. Hűj, de jó lesz. Szerenádot csinál, ha bál. Távolabb van tőled, itt vannak a hegyek, vagy a hegyekben él, vagy tényleg távol van te tőled. Szóval rólad szól ez az egész, te rólad szól, te vagy neki a kincse. Ezt is tudjuk meg, azt is, hogy hát lehet, hogy én szerintem, hogy vannak ilyen rejtett félelmei, hogy elveszhet. Van, aki valami csalódás gondolatok, fél, hogy csalódik ebben az egészben, és ez a portálnap, ez energetikailag őtem biztos, hogy nem hagyja nyugton szerintem, és arról szól az egész. Szerintem ez játszik itt egy szerepet. És én azt is látom, hogy itt vannak valami sérelmek, szóval itt vannak valami sérelmek, még itt közöttetek, biztos vagyok benne, és attól fél, hogy megbántod vagy. Most, hogyha jelenkezik, vagy hogy is, és akkor majd zenét küld neked, vagy szerenát, vagy gitározni fog neked. Nézd csak, itt vannak valami gátak, itt vannak veled, és nagyon-nagyon meg van indulva lelkileg te felé. Én úgy látom, hogy írtó mély érzésekkel tele van ez az ember, és ez összeköt benneteket. Szóval szerencse az összeköt, mert ti valójában mind a ketten arra vágytok, az köt össze benneteket, és ez nagyon jó, és hát én ezt pozitívnak látom, és biztos vagyok benne, hogy ez jó irányba fog alakulni. Ebben biztos vagyok benne. És én azt látom, hogy ön ezt a férfi energia feljön benne, hogy majd mer lépni, ebben is hiszek, hogy ő majd mer lépni, és ezt én tudom. És azt is tudom pontosan, hogy most erőt fog majd magán venni ez az ember, és én úgy látom tényleg, hogy az univerzum itt játszik egy szerepet, mert irányítja őtet te feléd, és ebben biztos vagyok. Én azt látom itten valójában, hogy így ez a rejtett dolog itten gondolatban, itt van gondolatban valami, hogy pozitív irányba fejlődik, és én úgy látom valójában, hogy hát hogy is fejezzem ki magamat, hogy gyógyulnak a dolgok önáll és gondolatban is, hiába rejtette a dolgokat, vagy lenyomta, mert itt ilyen lenyomott dolgokról vannak szók, is lehet, hogy nálad is arról van a szó, amit te lenyomtál dolgokat, az lehet játszik szerepet is, ilyen karmikus dolgok, amik még itt vannak, a karmikus az, amikor ezt nem tudod elmondani, hogy miért történnek dolgok, de múlt életből jönnek, és én gondolom, hogy ez köt össze benneteket, ez a múlt élet, ahol ti megbántottátok egymást, vagy ezt a szerelemet nem tudtátok úgy élni. És most azért kell ebben az életben egy irányt változtatni. Úgy gondolom. És én úgy gondolom tényleg, hogy eljött ennek az ideje. És én úgy gondolom,
hogy látod, hogy most annyira vonzótok itt egymáshoz, és ez nagyon pozitívum, és ebben biztos vagyok, és hogy ti nagyon vonzódtok egymáshoz, és én ebben tényleg biztos vagyok, és ezt nagyon is érzitek egymást. Szóval arról szól az egész, hogy ti érzitek egymást, és ezt is tudjuk. Minél jobban ti egymást érzitek, érted, hogy ez fog fejlődni. És azt is gondolom, hogy, mint ahogy látod, arról szól az egész, hogy hát igen, hogy meg kell érkezni már, valam meg kell érkezni, és én azt is tudom, hogy a szerelembe szeretnétek mind a ketten megérkezni, hogy úgy megtaláljátok egymást, ez összeköt egymást. És a reményt még nem adtátok egy se fel, és most ezzel a szerenáddal be fog indulni, nézd csak, elindul a motor, jön feléd a szerenáddal, és itt van tényleg, hogy be fognak teljesülni a dolgok, és a nap az mindig azt a pozitívumot jelenti. Hát most nézzünk bele, mit is érez ez a te drágaságod iránta? Hát nézd, lesz változás, ebben biztos vagyok. Ti igen lelkek vagytok, abban is biztos vagyok. Egy intenzív kapcsolat lesz ebből, és a lelketek összejön, és ez a szerelem átlép mindent, és nem fogtok egymásnak hiányozni, ebben is teljesen biztos vagyok. És hát ez nagyon intenzív lesz, mert a ti szerelmetek már fellobbant, és sőt, még nagyon is úgy érzem, sőt, még nagyon is fellobbant a szerelem közöttetek. Ebben teljesen, teljesen biztos vagyok, és hát örülök, hogy velem voltatok, és jelentkezzetek fel a csatornára, iratkozzatok fel, és találkozunk holnap is, szintén köszi, hogy vagytok, puszi nektek, sziasztok, sziasztok!